megalakult Salgótarján megyei jogú város közgyűlése október 29-én. Az alakuló ülésen elsőként dr. Szénási Zsuzsanna, a helyi választási bizottság elnökeként ismertette az október 12-i önkormányzati választás eredményeit, majd a képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütételére és a megbízó levelek átadására került sor. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Salgótarján megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződés szerint Isten engem úgy segíjen. Én Dóra Ottó. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Salgótarján megyei jogú város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Az alakuló ülésen részt vett dr. Hiller István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki köszöntötte a város új vezetését. Azoknak, akik többséget szereztek, barátsággal gratulálok, és kérem őket, hogy ezt a felelősséget alázattal fogadják. Dóra Ottó polgármester megköszönte a választók bizalmát, valamint kiemelte, haladéktalanul elkezdik a kampányukban bemutatott terveik megvalósítását. A közgyűlés keretében megválasztották Salgótarján alpolgármestereit is, Fekete Zsolt, valamint Dániel Zoltán személyében. A képviselőtestület több napirendi pontot is tárgyalt. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a rendeletet 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett elfogadta. Első döntésükként többek között eltörölték a parkolási rendet, így november 1-től ingyenes lesz a parkolás a korábban kibővített parkolási zónákban.